Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Navia számára. Kedves Navia, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy a párod visszatér-e hozzád, mi a terve. Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. A hatos szám a múltat jelenti, az emlékeket. A gyermekek azt jelentik, az ő gyermekkori emlékei jutnak most eszébe, vagy amikor a ti gyermekeitek kicsik voltak, ezek a régi emlékek. Szép emlékek, néha fájdalmas emlékek. Itt a kelyhek láthatóak, tehát érzelmekről van szó. Ami a képen még látható, hogy három kehely megérinti a talajt, a másik három pedig ott van a levegőben. Mindkettő fontos számára, a talaj, a biztonság érzete. Fontos számára ez az érzés, igen, most itt le tudok gyökerezni. A másik három kehely a levegőben az mutatja a gondolatokat, az emlékeket, és itt is érzelmekről van szó. Középen a gyermekek jelentenek egy új lehetőséget, egy új kezdetet, vagy a könnyűséget, ezt a vidámságot. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mik a tervei. Ezen a képen láthatóak az érmék, ami utal pénzügyi dolgokra vagy a munkahelyére. Lehet, hogy ezen a területen tervez valamit. A 9-es szám viszont utal a korlátozásokra, amikor nem mennek előre az események. Az arany érmék jelentik a belső értékeket is. Ki értékes számára? Te, vagy ez a másik hölgy? Itt a képen te vagy látható. És a te értékeidről. Légy biztos a dolgodban, mert az érmék jelentik a föld elemét is, és azok utalnak reális dolgokra. De ha te összehasonlítod magadat ezzel a másik hölgyel, és úgy gondolod, hogy ő nyert, és te elveszítetted a párodat, akkor itt korlátozások vannak, mert ott vannak a félelmek. Tedd át magadat ezeken az érzelmeken, a félelmeken, a bizonytalanságokon, és bízz a jövőben, és a te saját értékeidben is. A hölgy ruhája is szimbolizál valamit. Ott alul a zöld és ez a barna szín mutatja a föld elemét, a reális dolgokat. Minden rendben van. A kék ruha utal a víz elemére, itt érzelmekről van szó. Ami hiányzik, vagy túl kevés, az a fehér szín, ennek van tisztító hatása is, tehát valamit rendezni kettőtök között, és a papagáj szimbolizálja a beszélgetéseket, az kellene, hogy beszéljetek egymással, hogy tisztázzatok valamit kettőtök között. De ott a 9-es szám utal a korlátozásokra. Te nem tudod, hogy fejezd ki magad, ő sem tud most veled beszélni, mert ez a hölgy a háttérben figyeli őt, vagy figyeli az eseményeket, holott ő szeretne veled beszélni. Légy kicsit türelmes. Erre utal a föld eleme.
de ő keresni fogja veled a kapcsolatot, és akkor tudtok egymással beszélni. Most megtekintjük azt, hogy mi áll nála a középpontban. Ezen a képen látható egy aranyút. Ez az ő sors útja. Ezen szeretne járni. Ami számára fontos, az ez az aranyérem. Ez utal anyagiakra, vagy a hivatására, de mindarra, ami értékes számára. Ez jelenti a belső értékeket is. Ha te értékes vagy számára, akkor biztos lehetsz abban, hogy lesz újra itt egy közös út. Ez az aranyút. A következő kártya mutatja azt, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. Hamarosan közeledik valami vagy valaki az ő életében, ami befolyásolja az eseményeket. Hogy ki ez a személy, nem lehet tudni, mert be van burkolva ebbe a páncélba, nem lehet látni az arcát. Lehet egy nő, lehet egy férfi, azt sem lehet megismerni ennél a képnél, hogy milyen szándékokkal jön. De itt lesz változás. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi változik nála. Ezen a képen ott van a kettes szám. Az utal párkapcsolatra. Ha munkahelyi dolgokról van szó, akkor természetesen szerződésekre. Ami a párkapcsolatot illeti, a kettes szám az vagy te és ő vagy, vagy ő és ez a másik nő. A kérdés az, hogy ki áll itt most a középpontban. Ezen a képen egy hölgy látható, de mutatja az ő tartását, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Ami kívül történik, az olyan szürke. Az azt jelenti, neki most van egy párkapcsolata, de ő nem boldog ezzel a nővel. Minden olyan átláthatatlan. Viszont ha befele fordul, becsukja a szemét, és érzi az érzelmeket, a múltat is, amire a hold utal, és a hold mutat anyai érzéseket is, és itt a ti múltatokról van szó, akkor megtalálja ezt a belső harmóniát. Az azt jelenti, hogy ha ő az érzelmeire hallgat, akkor veled van együtt. És itt egy harmadik személy nem játszik szerepet. Viszont a tények azt mutatják, hogy jelen pillanatban ezzel a másik nővel van együtt. De ő nem boldog vele. Amit ez a kártya még közöl, ő nagyon bizonytalan. Most megtekintjük azt, hogy néz rád. Ez a kártya mutatja az egész világot, utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra is, de most ennél a jóslásnál ennek a kártyának más jelentése van. Azt lehet, hogy ő boldog, ha lát téged áttölelni az egész világot, de ha megtekintjük ezt a képet, akkor mutat valami mást is, és ez a te kisugárzásod, a te energia meződ. Ez az energia mező belülről jön, a gondolatokból, az érzelmekből. És ügyelj a gondolataidra, az érzelmeidre, foglalkozz olyan dolgokkal, ami erőt ad neked, legyenek szép gondolataid, és tedd át magad a félelmeken és a bizonytalanságokon.
A vonzó erő megvan köztetek, itt van ez az energia mező. Amit még ez a kártya jelent, az a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, tehát egy év, abban tudsz reménykedni, hogy egy éven belül lesz újra egy közeledés kettőtök között. Most megtekintjük ezt a hölgyet a háttérben. Ez a kártya ott alul mutatja ezt a hölgyet. Itt igazságtalanságokról van szó. Ez a férfi középen gazdag, megvan mindene. Ad ebből valamit, a másik elveszi ezt tőle, és a többiek nem kapnak semmit. Tehát igazságtalanságról van szó. Amit ez a kártya még jelent, az érmék, azok utalnak pénzügyi dolgokra is. Lehet, hogy ez a nő anyagilag kihasználja őt. Amit még az érmék jelentenek, a belső értékek. Lehet, hogy ez a hölgy kihasználta annak idején a szituációt, és mindig azt közölte vele, hogy számára ez a férfi mennyire értékes, és annak idején neki ez jót tett. Tehát kihasználta ezt, és ez is erre az igazságtalanságra utal. Ha jobban megtekinted ezt a képet, akkor mutathatja azt is, hogy ez a férfi itt középen a volt párodat jelenti, és a körülötte lévő események, ahogy ez a hölgy vele szemben viselkedik. A jobb kezében vannak az érmék, és ad ebből valamit. Az lehet anyagi támogatás, vagy elismerés, vagy más értékek is. Ezt ez a nő kihasználja, mert elveszi tőled. A férfi a másik kezében ott tartja a mérleget. Megpróbálja mérlegelni a dolgokat, vagy kell számára a belső egyensúly. Azt is jelenti, hogy kifele úgy mutatja, mintha minden rendben lenne kettőjük között, de nem boldog, és ő tudja azt, hogy ez a nő kihasználja anyagilag, és kihasználta ezt a körülményt, hogy birtokába vegye a volt párodat. És most megtekintjük azt, hogy a volt párod hogy viselkedik ezzel a nővel, vagy mi várható kettőjük között. Van kettőjük között egy húzavona, és a volt párod nem tudja, hogy milyen lépéseket tegyen a jövőben. Felteszi a kérdést, maradjak, vagy ne maradjak, tegyem, vagy ne tegyem, igen, vagy nem. Az ötös számnak is van egy jelentése, mégpedig azt mutatja, hogy mások befolyásolják őt, vagy befolyásolják mindkettőjüket. Amire az ötös szám még utalhat, hogy ő lezár valamit, és lesz egy új kezdet, amit ott középen ez a bot jelent, és utal a tűz elemére, és a tűz eleme mutatja akkor a bátorságát, és akkor kimeri mondani azt, amit szeretne. A következő kérdés pedig az, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ahogy lát téged, hogy te fogva érzed magad, és félelmeid vannak. Itt a kardok azt jelentik, hogy tedd át magad ezeken a félelmeken, és érezd magad szabadnak. Ha ő látja vagy érzi, hogy te felszabadult vagy, boldog, kiegyensúlyozott, akkor lesz itt egy közeledés, mert a kardok jelentik a levegő elemét,
és ott kommunikációról van szó. A következő kártya azt mutatja, hogy mit kellene tenned annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ezen a képen Justícia istennő látható, aki uralkodik az igazság felett. De kinyitja a szemünket, és láthatjuk az igazságtalanságokat is. Veled nagyon sok igazságtalanság történt. De hagyd folyni az eseményeket. Bíz Justícia istennőben, ő majd rendezi így a dolgokat. És érezd ezt a belső erőt. Légy kiegyensúlyozott. Bíz a jövődben. És most megtekintjük, hogy mi történik később, és hogyan alakulnak a dolgok. A hetes szám a hold energiájával áll összeköttetésben, és az mutatja a reményeket, a vágyakat és az álmokat. A kelyhek utalnak érzelmekre, és az azt jelenti, hogy a volt társad még mindig szeret téged. Bíz ebben, és ha ez így van, ahogy én látom, akkor visszatér hozzád. És én most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor megszülettél, ahol te születtél, a nyilas jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod az indiai számítás szerint. A nyilas jegye elkísér egész életed folyamán, kihat a fellépésedre, kihat a külsődre, a személyiségedre is. Itt a tűz eleméről van szó, utal a bátorságodra, az erődre, a lelkesedésre, de számodra mindig kell egy irány. Kétó, a lefele mozgó holdcsomó. Egy kármikus csomó, ami a múltra utal. Arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez a holdcsomó mozog, és 2019 áprilisától 2020 szeptemberéig itt mozgott a nyilas jegyében. Itt voltak kármikus emlékek, talán öntudatlanul, de kihatott a személyiségedre, kihatott a környezetedre. Ez alatt, az idő alatt, tehát 2019 áprilisától 2020 szeptemberéig. Az aszcendentusoddal szemben van a deszcendentus, és ezzel indul a hetes életház, és utal a párkapcsolatra. A te horoszkópodban itt van az ikrek jegye. A felfele mozgó holdcsomó szintén egy kármikus csomó, de itt ennél a felfele mozgó holdcsomónál, Ráhúnál nem a múltról van szó, hanem amikor a lelked keres egy kiutat, egy új lehetőséget, vagy új kapcsolatokat. Ez a kármikus csomó, Ráhú, 2019 áprilisától 2020 szeptemberéig itt mozgott az ikrek jegyében, ami kihatott erre a hetes életházra, ami a párkapcsolatot jelenti. Itt voltak kármikus témák az elmúlt időben. Visszatérve erre a két kármikus csomóra.
Két ú, ez a lefele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, ami a múltra utal, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Vele szemben van Ráhú, a felfele mozgó hold csomó, szintén egy kármikus csomó, ami mutat egy új irányt, egy új lehetőséget, egy új életterületet, azt, amire a lelkünknek szüksége van. Ezek a holdcsomók mozognak. Kétú. A lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a Skorpión jegyében mozog. Mindkettőtök horoszkópiában a Skorpión jegyében van a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ez egy olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami. Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új irányra utal. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a bika jegyében mozog. Mindkettőtök horoszkópiában a bika jegyében van kétú, a lefele mozgó holdcsomó. Itt lesz mindkettőtöknél kármikus téma, a múlt és a jövő, de itt tükröződik valami, és oda kell figyelni, azon kívül kell a belső egyensúly, ez a kiegyensúlyozottság. A nap az utal a ti énetekre. Ha te az életedet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap közli veled, itt te játszod a főszerepet. Az ő életében természetesen ő játsza a főszerepet. Az indiai számítás szerint mindkettőtöknél a nap a kos jegyében van, de a határon a kos jegye és a bika jegye között. Ez azt jelenti, hogy ti mindkettőnél kiismeritek magatokat, a kos jegyénél is, és a bika jegyénél is. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, képzeld el, hogy Magyarországon élsz a határon, oda vagy bejelentve, ott laktok, és kijársz Ausztriába dolgozni. Tehát mindkét országot ismered, és ide-oda utazgatsz. Így hat rátok. Néha érezhető a kos energiája, a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés, és más pillanatokban a bika jegye érezhető, amikor megvan a nyugalom, szükségetek van a biztonság érzetére, élvezni szeretnétek az életet, mindkettőt kiismeritek, te is, és ő is. Ami érdekes, hogy itt a határon a kos jegye és a bika jegye között van az aranykapu. Az aranykapu az ekliptikán. Ezt az aranykaput a hiádok és a plejádok alkotják. Ez ismert a meséből, a Holle anyó meséjéből, ez olyan, mint egy kapu, itt vagy arany eső van, vagy szurkos eső. Attól függően, hogy milyen irányba tekintetek. Hogy látjátok az életet? Vagy vesztesek vagytok, vagy nyertesek. Tehát ügyelni kell a gondolatokra és az érzelmekre. Ha jó irányba tekintesz, akkor jól alakulnak a dolgok.
akkor te vagy az Arany Mari. És most megtekintjük a hold energiáját. Nálad a hold szintén a kos jegyében van, közel a naphoz, de röviddel egy új hold előtt születtél. A hold kihat a belsődre, az érzelmekre, a vágyaidra, az álmaidra, mutatja az anyai érzelmeket is. A kos jegyénél a tűz eleméről van szó, utal a bátorságodra, a belső erődre is. Előfordulhat a kos jegyénél, és ez kihat az érzelmeidre, hogy gyakran türelmetlen vagy, vagy döntéseket hozol, gyors döntéseket, amit esetleg később megbánsz. Most megtekintjük az ő holdját. Ő egy fél hold napon született. Ez utal belső feszültségekre. Gyakran ez a gyermekkorból jön, mert itt van egy kapcsolat a hold, a nap és a föld között. A nap szimbolizálja az édesapát, a hold pedig az édesanyát, a föld pedig az ő születését. Ezt úgy tudod elképzelni, hogy azon a napon, amikor ő megszületett, a nap a kos jegyében volt, és az a tűz eleméhez tartozik. A mi földünk az a mérleg jegyében volt, az a levegő eleméhez tartozik, és az ő holdja a bak jegyében volt, tehát az a föld elemét mutatja. Itt megvan a kapcsolat a nap, a hold és a föld között, a kos energiája, a mérleg jegye és a bak energiája. Tehát a tűz eleme, a levegő eleme és a föld eleme kapcsolatban áll. Ez olyan, mint egy háromszög. De hiányzik a negyedik elem. És erre neki szüksége van. A negyedik elem, ami nála hiányzik, vagy hiányzott a gyermekkorban is, az a víz eleme. És a víz eleménél érzelmekről van szó. És mivel itt van egy deficit, és ő keresi ezt másoktól, akkor oda húzódik, ahol ő érzelmeket vagy megértést kap. Az indiai számítás szerint az ő holdja a bak jegyében van. A hold utal az ő érzelmeire. Idén itt mozog a bak jegyében Szaturnusz bolygó, ami kihat az ő érzelmi világára. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Kihat az élet útjára, az ő sorsára, lesznek sorsdöntő változások ebben az évben. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, tehát lesznek itt kármikus témák, ugyanúgy, mint ahogy a holdcsomók ezt mutatják, és nagyobb változások nála. Mivel a hold az anyai érzéseket, vagy az anyukáját is szimbolizálja, itt lehetnek változások a családban. És most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó mutatja a szépséget, a művészeteket, minden, ami harmonikus és szép, Vénusz bolygó hatása alatt van.
A horoszkópban Vénusz bolygó utal a mi nőiességünkre. A te horoszkópodban az ikrek jegyében van az indiai számítás szerint. Ez a levegő eleméhez tartozik, a levegő eleme kihat a te nőiességedre. Te egy okos hölgy vagy, szereted a szabadság érzetét, a könnyűséget, ezt a lelkesedést, és amit az ikrek jegye még mutat, a fiatalos kisugárzásodat. Számodra fontos, hogy legyen mozgás, kapcsolatok, jó beszélgetések. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó utal az ő jó ízlésére, vagy művészi tehetségére, de arra is, hogy mit vár el a társnőjétől a párkapcsolatban. Az ő Vénusz bolygója a halak jegyében van, ami a víz eleméhez tartozik, és itt mély érzelmekről van szó. Ő elvárja azt a párkapcsolatban, hogy a társnője romantikus legyen, álmodozó, és hogy olyan finom érzelmekkel közeledjen, kimutassa az érzelmeket. És most megtekintjük Mars bolygó energiáját. Mars bolygó utal a mi erőnkre, a mi bátorságunkra. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, és szükségünk van rá, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben. Mars bolygó, a te horoszkópodban, a vízöntő jegyében van. Ez a levegő eleméhez tartozik. Kell számodra a szabadság érzete, ez a könnyűség is. Mars bolygó nálad, és a vízöntő jegye a hármas életházban van. Ez mutatja az élet iskoláját, ahol be kell magadat bizonyítani, különösen ilyen rivális nőkkel szemben. És oda kell, hogy fektesd be az energiádat, mert itt kell magadat bebizonyítani. Az ő horoszkópjában Mars bolygó mutatja az ő erejét, bátorságát és a férfiasságát, az ikrek jegyében van, szintén a levegő elemében, így megvan köztetek a harmónia. Mars bolygó és Vénusz bolygó a szerelem bolygója. Vénusz a nőies energiát mutatja, Mars bolygó pedig a férfias energiát. A te nőies energiád az ikrek jegyében van, az ő férfias energiája szintén az ikrek jegyében van, tehát itt is megvan köztetek a harmónia. Ami nála néha hiányzik, egy ilyen romantikus, álmodozó nő, aki megértő vele szemben, és kimutatja az érzelmeket. Merkur bolygó, vagy Hermes, mint ahogy a képen látható is, utal a tettekre, a cselekvésekre, és a kommunikációra. És ezek a beszélgetések fontosak a párkapcsolatban, mert néha ezáltal vannak nézeteltérések. Mindkettőtök horoszkópiában Merkur bolygó a bika jegyében van az indiai számítás szerint, tehát itt egy hangban vagytok. Mint ahogy mondtam, Ráhu a felfele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó ez évben és jövő év márciusáig itt mozog a bika jegyében. Lesz újra kapcsolat, kommunikáció, de másképp, mint a múltban. Kedves,
Navia, így tudtam ezt a párkapcsolatot elemezni nálatok. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!